Sziasztok, sziasztok! Rem Gábor Lázs, itt az Asusnál vagyunk az új Zenfone 4 Selfie Pro okostelefonnal. 444 euróért kapunk egy nagyon vékony, 6,85 mm keskeny kis okostelefont, aminek még mindig van egy felhatalmazó csatlakozója. Persze microSB, mikrofon, hangszóró is nem hiányozhat róla, és itt látjátok a három szint, amiben lehet kapni, méghozzá Rouge, Red, Sunlight Gold és Deep Sea Black. Tehát ez egy aranyszín, eléggé jól néz ki. És persze mindegyikben jó kamera van, nem csak hátul, hanem itt látjátok, csak egy van, de elől kettő kamera is van benne. Azért, hogy elől persze majd tudjunk szép fotókat lőni, méghozzá van egyszer benne elől egy 24 megapixeles kamera, és akkor így majd nagyon szép selfie-ket tudunk lőni, mindjárt be is mutatom nektek, széles látószögben is. Tehát így lenne a sima selfie, nagyon éles, nagyon szépen néz ki, és a széles látószögben meg még jobban néz ki, és még több ember bele is fél. Nagyon-nagyon tetszik ez a technológia, mindjárt erről többet. 5,5 incses a képernyő, mérete Full HD AMOLED technológiával rendelkezik, 605-ös Qualcomm Snapdragon processzor van benne, így látjátok, nagyon szépen gyorsan fut az egész, 4 GB RAM-mal, vagy 64 GB belső tárhelyjel is. Látjátok, simán le tudom húzni, akár alul is, és már is be tudom menni, itt bemutatni nektek, hogy ez pontosan mit is jelent. Az aksia is 3000 mAh-rel teljesen jó méretű, ki fogja nekünk szerintem simán bírni az egynapos, mindennapi, egész napi dózást, de az egyetlen dolog, ami nem tetszik, az egyenlőre microSB van rajta az alján, különben eléggé tökéletesen vékony, gyönyörű kis készlék, amiben kettő SIM-kártyát is be tudunk rakni, itt oldalt, vagy egy microSD-t és egy SIM-kártyát, hogyha itt kihúzzuk ezt a kis részt, tetején csak egy mikrofont találunk, a másik oldalon egy kis bekapcsgomb és hangerőszabályzó van. Egy kicsit kiáll a kamera, ami egy kicsit sajnálatos, de remélem itt is egyszer lesz egy tok majd a dobozban, és egy lámpánk is van hátul, mindjárt bemutatom azt is, hogy milyen a hátsó kamerának a minősége persze. Hogyha például le akarnám fotózni, itt ezeket a telefonokat látjátok, simán meg tudom csinálni. Most elég közel vagyok, de még van Pro funkciónk is. A hátsó kamera 16 megapixeles amúgy, az akár 4K videókat is fel tud venni, és látjátok, hogy milyen szépen Pro funkcióban is be lehet állítani itt dolgokat ezzel a gyönyörű kis készlékkel. Ja, azt nem is említettem, hogy az első kameránál persze itt is van beautification funkció, tehát itt rá tudok menni itt erre a kis ikonra, és akkor meg tudom állítani azt, hogy nagyobb legyen a szemem, te jó ég. Hogy nézek már ki? Szélesebb arcot, nagy, már normálisabb vagyok, meg persze más színű festéket is az arcunkra kenhetünk. Autónál kicsit normálisabban beállít mindent, úgyhogy nem néz ki annyira vészesen, de azért eléggé látszik, hogy nagyon fiatal így az arcom. Tehát ennyi is volt a rövid beállítási lehetőség meg bemutatója itt az Asus Zenfone 4 Selfie Pro-nak, ami még októberben megjelenik. Közben néztetek nevem Gábor Lázs, többet akartok róla tudni, majd persze még csomó mindent az Asus weboldalára is megtudhattok, de például F1.8-asok elől a kamerák, hogy akár kevés fényben is szép fotókat lőnek majd, de minden továbbiakat persze majd még elmondom nektek arról is, hogy a sima Zenfone 4 Selfie miket tud, ne persze olyan is még van. Legközelebbig sziasztok, és nevem Gábor Lázs volt itt a Tech Videónál.